Bronzérmekkel bizonyítottak tanítványai legutóbb a para asztali tenisz világbajnokságon, az egykori játékosból lett trénert pedig újabb kihívás érte. A nemzetközi hírű magyar edző Karsai Ferenc javaslatára Aranyosi Péter lett a férfi válogatott szövetségkapitánya. Hát őt kérdezzük most az új feladatról. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok! Péter, nem sajnáltad otthagyni a para válogatottat? Hát ez egy nagyon jó kérdés és aktuális kérdés. Igazából nem hagytam ott őket, mert a tervezésben továbbra is segíteni fogok. Tehát, hogy milyen versenyre menjenek, milyen nemzetközi feladatok vannak, edzőtáborokra, illetve kijelölésbe, de fizikailag sajnos nem tudok ott lenni. De ez egy óriási dilemma volt, ez ugye hónapokkal ezelőtt kezdődött, ahogy elkezdtünk az elnökkel és az alelnök úrral egyeztetni a jövőről. És hát meghoztam azt a döntést, hogy nagyobb feladatok várnak rám. Ezzel a csapattal, a válogatottal, a férfi válogatottal már közel 7 éve dolgozom együtt, kisebb kihagyásokkal, mert tavalyi év úgy alakult, hogy nem volt rám szükség, de most újra visszajövünk és megpróbáljuk a legjobbat. De akkor minden esetre komoly dilemmázás volt, és nem volt könnyű Csonka Andrusékat, Pálos Petiéket otthagyni, valamennyire otthagyni, hiszen nem te leszel a kapitány. Természetes, de azt gondolom, hogy jó kezekben fognak kerülni, hiszen szintén ott is további egyeztetésekre került sor. Megvan már az utódod? Megvan szerintem, de pontosan ma lesz egy megbeszélés az elnök úrral, a Magyar Paralimpia Bizottság elnökével, Gömöri Zsolttal, és szeretném, hogyha a javaslatomat elfogadná. Ez a személy évek óta jár velünk nemzetközi versenyekre, világbajnokságokra, EB-re, ott van az edzőtáborokon, edzőpartnerként kezdte. A nevet nem szeretném mondani. De akkor belülről szeretnétek megoldani. Belülről, természetesen belülről szeretném megoldani. Ahogy arra utaltam, világbajnoki bronzérmeket szereztek a srácok, gondolom elégedett vagy velük. Inkább az, hogy milyen perspektívát látsz bennük, ha az ember a következő paralimpiára gondol. Jó esélyek vannak. Jelen pillanatban a paraválogatottban 4 olyan játékos van, aki kijutó helyen áll. Ott is ranglista szerint megy. Természetesen van kvalifikációs lehetőség a kontinens bajnokságon, az idén november elején lesz. Ott, ha valaki az osztályában nyer, tehát egyéniben, ő automatikusan kvalifikált. Akkor megvan a jegy. Így van, de minden egyes osztálynak, sérültségi fokozatnak megvan az, hogy hány ember juthat ki onnan. Most jelen pillanatban 4 vannak, akik kijutó helyen állnak. Ez egy jó eredmény, ugye, mert Londonban 3 voltak. Ez is a célotok, hogy egyen növeljétek? Igen. Prióra ott lévő csapat létszámot? Igen, ez egyik cél, és van még egy titkos esélyes, aki esetleg kijuthat, aki nagyon komoly menedzselése és jó munkával, jó versenyeztetéssel esetleg szintén ott lehet. Tehát az egy hab lenne a tartán, mert avval senki nem számol, de én bízom benne. És mire lehet képes a férfi válogatott az épeknél, az a csapat, amelyet most végül is akkor sok gondolkodás után átvettél? Két részre osztanám a férfi válogatottat. Vannak a tapasztaltabbak, a Jakab Kosiba és a Pattantyús Ádám. Pattantyús Ádám Londonban ott volt, játszott, sikerült kijutni, az egy bravúr volt akkor. A másik része, akik a U21-es versenyzők, ők 5 vannak igazából, belőlük kell majd valamilyen Európa klasszis játékosokat csinálni, elnézést a kifejezésért, de ez a cél. Ugye sokan azt kérdezik, hogy Kínát mikor fogjuk megszorítani, mikor fogjuk megverni. Azért itt fokozatok vannak. Először van Európának a teteje, oda kellene valahogy eljutni az első 10-20-ba ranglista szerint, utána van az ázsiai szféra, ott vannak ugye Szingapúr, Hongkong, Tajvan, utána a japánok, és csak utána jön Kína. Tehát ők még egy picit messzebb vannak, mert... Pont ezt akartam kérdezni, hogy ha most jellemezni akarod az, hogy mennyire erős a férfi asztali tenisz, és hol van a helyünk jelen pillanatban a világban, akkor mely szó vagy mely jelzők a legjobbak ennek leírására? Én azt mondom, hogy tehát a világban először visszatérni, tehát Európában, ez középmezőnyben vagyunk. Tehát most egy európai középmezőnyben mondhatjuk igen, a helyzetünket. És a te célod az, hogy az európai élmezőnybe vezényel a csapatot a fiatalok van. Felépítésével. Erről van szó, és most úgy érzem olyan a konstelláció, hogy lehet. Tehát az elnök úr, Nátrán Roland elnök úr és az alelnök úr, Pósvai Gábor, ők lehetővé fogják ezt tenni, tehát hogy meg lesznek a lehetőségek a versenyeztetésre, az edzőtáborozásra, mert azt tudni kell, hogyha egy férfi asztali tenisz válogatott játékos felfelé szeretne pingpongozni, akkor vagy külföldre kell menni, vagy edzőpartnereket kell. Hát ahogy kell. Ezt te is annak idején tetted. Így van, és itt jön be a szerepe Karsai Ferencnek, aki ugye tudjuk, hogy az osztrák válogatott edzője volt, és az utolsó európai egyéni asztali tenisz világbajnokot nevelte, Werner Schlagert 2003-ban nyert ő Párizsban.
Ő volt, aki már régóta forszírozta és javasolt téged a kapitányi posztra. Neki hogyan és milyen szerepe lehet itt a fejlődésben? Neki nagyon komoly szerepe lehet a fejlődésben. Egy az, hogy a tervezésben, tehát a nemzetközi versenyek, a nemzetközi edzőtáborok tervezésében, a kapcsolatai révén ugye nem könnyű összehozni egy 3-4 országgal, jó játékosokkal egy nemzetközi edzőtábort. Neki ez hamar megy, mert ez egy bevált módszer, ugye, hogy azokkal az országokkal felveszi a kapcsolatot, és azonnal lépnek rá, pozitívan lépnek rá, akikkel jóban van, illetve olyan neve van a szakmában még mindig, hogy hihetetlen nagy segítség. Tehát hatékonyságban ő a legerősebb. Minden mellette valamifajta módon a szakmai munkába is bevonult, vagy együtt dolgoztok? Itt ma tényleg arra gondolok, hogy edzésmódszerek, fiatalok fejlődése, tehát milyen még közöttetek a kapcsolata mellett, hogy segít a saját kapcsolatrendszerével? Nagyon jó a kapcsolatunk, mi régóta együtt működünk különböző területeken, állandóan szakmázunk, ha együtt vagyunk, mindig beszélünk a fiatalokról, elemezzük őket. Ő körülbelül 100 napot tud vállalni, fizikailag itt lenni, és természetesen beszáll a munkába, edzést fog vezetni, úgyhogy kiegészíti fizikailag is ezt az egész programot. Azt mondhatjuk, hogy a magyar asztali tenisz legnehezebb területét vetted most át? Hát, hogyha az eredményeket nézzük, akkor mindenképpen. Igen, ugye ezt tudni kell, hogy a lányoknál, illetve a hölgyeknél most siker-sikerre halmozódik, tehát a Puta Gina révén. Megemlíteném Téglás Pétert is, aki jelen pillanatban a legsikeresebb női európai edző. Ugye Gina most 14. a világranglistán. Szeretnénk a lányok nyomdokaival lépni. Uh-huh. Mennyi időt kérsz te erre? Fiatalokról beszéltél, fel kellene őket építeni, de látsz reményt, mert azt mondtad, hogy tehetségesek a srácok. Igen, ez nagyon jó kérdés. Gondolkoztam ezen, hogy mennyi időt kérek én erre. Először annyit szeretnék kérni, hogy egy 2 év, tehát olimpiai ciklusig, meglátjuk, hogy hogyan lehet ezt az egészet összetenni. Én pozitív gondolkodású ember vagyok, és nagyon motivált. Szerintem egy 5-6 év, mire ennek kijön az eredménye, ennek a szervezet munkának. Ugye nagyon fontos azt elmondanom, nagyon fontos kiemelnem, hogy szeretném azt, hogyha az edzők egymáshoz közelebb kerülnének, kommunikálnának, és az egész átjárható lenne a fentről, az ifi, a serdülő területein is, és minden edzővel api szinten kommunikáció, illetve külsős edzőkkel is, hogy legyen közös a siker, a tervezés is, természetesen a végén én fogok dönteni, de szeretnék végre egy közös asztalitenisz edzői társadalmat. Gondolom, hogy ezt azért is jegyezted meg, hiszen ebben a sportágban azért az elmúlt években, amíg végülis ez a mostani vezetés föl nem állt, viszonylag áldatlan belső vitákat, gyűlölködéseket, lobby csoportokat láttunk, az erők kioltották sokszor egymást. Azt gondolsz, hogy akkor ezen képesek lesznek változtatni? Én így van, tehát én azon leszek, hogy ez ne forduljon még egyszer elő. Én azt gondolom, hogy ez a tisztulás, ez a megtisztulás az asztali tenisznek, ez kellett. Tehát ez kellett, mert ugye volt egy olyan oldal is, aki megkapta a lehetőséget, nem tudott vele élni, de most nem az következik, hogy most mi vagyunk, vagy ti vagytok, hanem egy nyitás mindenki következik. Van. Így van, így van, és én azt várom, hogy azt mondja az, aki segíteni szeretnék, hogy uram, miben segíthetek, vagy mi az, amiben segítségetekre lehetek, és azt mondom, hogy természetesen kommunikáljunk ebben és ebben. Na most talán ennek jegyében ugye a szövetség tájékoztatása szerint számítatok a legköszönő kapitány Pázsi Ferenc tudására, információira is. Ez hogy néz ki? Tehát hogyan lehet együttműködni egy előddel? Úgy lehet működni, hogy mi azért elég jó kapcsolatban vagyunk a Ferivel. Tehát korábban is jó kapcsolatban voltunk. A mai nap tervezem, hogy felhívom, össze fogunk ülni, megbeszéljük, hogy mi volt, a tapasztalatokat kicseréljük, illetve el fogja mondani, hogy mit tapasztalt. Természetesen én követtem azért az eseményeket, illetve a játékosokkal beszéltem, hiszen egy teremben is edzünk, a paraválogatottal, a Marcimányi téren, és meglátjuk, hogy a jövőben milyen segítséget tud nyújtani a Feri. Ez ő is kell, természetesen fel kell neki tenni a kérdést, hogy esetleg tud-e segíteni, vagy nyílt-e ebbe a dologban. Ez még a jövő. Így van, te ezt megkezded, ezt a folyamatot. Így van, természetesen. Edzőként egyébként a végén arra lennék kíváncsi, hogy mekkora ismeretanyag különbségek vannak, módszertani különbségek vannak, amikor az ember parasportolókkal, illetve épekkel foglalkozik. Neked ugye mind a két szakterületen van tapasztalatod. Igen. És ugye oda-vissza jársz ebben a történetben. Így van. Itt nem is a tudásról van szó, hanem a para területen inkább pedagógiailag kell ott lenni, és a pszichés dolgokat kell tudni kezelni. Uh-huh. Az első.
Az nem árt, hogyha az ember szakmailag is ott van, tehát szakmai tudása van, de hogyha az első komponens nincs meg, akkor nagyon nehéz velük fejlődni. Először embernek kell lenni, és utána szakembernek. Ez a tapasztalatom. De egyébként nagyon nagy különbség nincs, csak a szélsőség, tehát aki nagyon sérült, azokkal kell egy picit más, hogy, tehát más edzésmódszerekkel dolgozni, de az álló játékosokkal majdnem, hogy ugyanúgy, mint mondjuk egy ifi vagy felnőtt válogatottal, természetesen a megfelelő terheléssel. Hát Péter, minden esetre akkor sok sikert az új kihíváshoz, az új munkához. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm.